Rögtön először pedig a Biblia Múzeumban látogatunk, mert hogy ismét egy érdekes új kiállítás nyílt a múzeumban, mint Lilioma tövisek közt 20. századi magyar női képzőművészeknek az alkotásait mutatják be, és itt van már velünk a stúdióban Tímár Gabriella, a Biblia Múzeum vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én azt véltem felfedezni, vagy az eddigi beszélgetéseink alapján leszűrtem, hogy valahogy mindig a 20. századi képzőművészekre fókuszáltok, és valahogy az ő alkotásaikat, vagy talán kevésbé ismert művészeknek az alkotásait mutatjátok be. Hogy alakult ki ez a tematika, vagy miért pont a 20. századi művészek? Nem is tudok igazán választ adni, szeretjük a 20. század művészetét, tehát mindenképpen a 20. századból valakiket, vagy pedig csoportos kiállításokat szervezünk, de hogy miért maradtunk, és miért nem választunk még kortárs művészeket, az még egy kérdés, de a jövőben mindenképpen nyitottak vagyunk, tehát még mindig a 20. század, mert úgy érezzük, hogy annyi kérdés van még ott, amire szeretnénk választ adni egy-egy kiállítással, tehát így most a női alkotókat választottuk, ez egy óriási terület. Tehát nem is gondolnánk, ugyanakkor mégis beleütköztünk abba a problémába, hogy amikor egy-egy gyűjteménynek az anyagát átnéztük, nagyon kevés női alkotót találtunk. Tehát sokkal több női alkotásnak kellene lennie, mint amennyi van. Tehát sokkal több női alkotó volt, és döbbenetes a névsorukat végignézni. Az ember szinte megilletődik, mert hát vannak a nevek, akiket ismerünk, és rengeteg ismeretlen név. És rengetegen vannak, akik külföldön lettek ismerté. Ez vajon miért alakulhatott így, hogy külföldön ismertek lettek, itthon, szülőföldjükön pedig valahogy úgy elsiklott akár mondjuk a művészettörténet is felettük? Igen, biztosan lehet többféle választ adni erre, de ők is benne voltak abban a társadalmi átalakulásban, amikor a nők keresték a társadalomban a helyüket, a szerepüket, tehát hogy hogyan s mint legyenek ők alkotókká, illetve egyenrangú társaikká a férfi alkotóknak. De ez a társadalom minden területén így volt, tehát minden területen találkozunk ezzel a kérdéssel, problémával. Tehát az, hogy miért külföldön, miért itthon, ennek a megválaszolására nem tudunk azért nagyon konkrét választ adni. A témaválasztásunk pedig, azt, mint Lilium a tövisek között, ez nem feltétlenül azt akarja jelenteni, hogy ők liliumok és sok-sok tövis volt, de ugyanakkor azért sok tövis volt a női létben, a női lét között, de ugyanakkor, ha egy kicsit tovább bolygatjuk ezt a témát, hát sokszor a saját életünkben, a saját magunknak vagyunk a tövisei, és nagyon szép az ige, amit kiválasztottunk, tehát ez az énekek énekéből egy szakasz. Igen, pont akartam is kérdezni, hogy mindig ugye bibliai alapú a mottója a kiállításnak, hogy ez honnan ered? Igyekszünk, a Biblia Múzeum az időszaki kiállításaiban igyekszik mindig egy bibliai idézetet választani, és nagyon érdekes, hogy a megnyitón elmondtam azt, hogy ennek van egy folytatása, tehát mint Lilium a tövisek közt, mint almafa, olyan az én kedvesem az erdő fái között. Egy párbeszédről van szó, tehát egy férfi-nő, egy szerelmes pár párbeszédéről, és tulajdonképpen ilyen alapon választottuk volna csak az almafát, most csak a lilium, csak a női alkotók. De azért tudnunk kell, vagy ahogy én látom, tehát a művészetben, és általában, ha azt mondom, a teremtettségben, Isten embert teremtett, akit nővé és férfivel formált. És férfinak, nőnek egyaránt adta azt az érzékenységet, azt a finomságot, amelyet a művészetben megjelenítenek. Tehát felvetettem ezt a kérdést a megnyitón, hogyha ide bejönne bárki, és nem tudná, hogy ennek a kiállításnak mi a címe, akkor vajon ezekből az alkotásokból látná az, hogy ezek csak női alkotók? Nem. Tehát én is itt megcsóváltam a fejemet, igen. Valószínű nem. Nem. Az eredeti gondolat onnan jön, hogy most női alkotókat választottunk 20. századból, és nagyon sok közülük azok, akik a 30-as években tűntek fel, tehát a Vasarinál, Csók Istvánnál tanultak, és onnan jött a gondolat, hogy szerettünk volna meghívni egy mai élő műgyűjtőt, és megtaláltuk Szapier Dezsőt, aki nagyon sok időt szentelt annak, hogy felkutassa a 20. századi női alkotókat, gyönyörű gyűjteménye van. Ugyanakkor, amikor megkerestük őt, még a nyár elején, akkor már nagyon beteg volt. És nagyon érdekes az, hogy ő pont a kiállítás előtti szombaton távozott közülünk, és
ezért a kiállítást az ő emlékének is ajánlottuk, aki nagyon szerette a női alkotókat, és nagyon sok energiát fektetett abba, hogy összegyűjtse, és egy katalógusban meg is mutassa, hogy milyen értéket képviseltek ezek a női festők, szobrászok. De hogyha mondjuk nézzük a 20. századot, hát mindenki ismeri, gondolom, a magyar történelmet, azért itt hányattatott hullámzó idők voltak, akkor mondjuk művészként élni azért talán még nehezebb lehetett, vagy mondjuk nem is lehet összehasonlítani mondjuk a kortárs művészekkel, de hogy főleg nőként, aztán meg az meg már csak a habatortán. Én most eszembe jut György Péternek egy tanulmány, amelyben valahogy így fogalmaz, hogy sokszor az egzisztenciális létükre adandó válaszok egyik formája volt az, hogy alkottak. Tehát az alkotásukban megjelenik az a sok küzdelem és sokszor a gyötrelmes lét. Most Gedő Ilka képei is eszembe jutnak a 50-es évek, szóval bólogatós művirág több ilyen témát festett, a maga a kifejezés, a képnek a címe, és ezeket később festette, de mindenképp arra utal, hogy valami elveszett a világból, ami természetes, ami normális, ami a rendhez tartozó lenne, és művirágokat festett, és ezek hozzátette. Nem ma, 100 évvel ezelőtt. Hát ezek pont a 80-as években, de azért egy olyan életsors, ami az 50-es években is kellett, hogy létezzenek, és éljenek, és túléljenek, vagy gondoljunk Szántó Piroskára, aki illusztrálhatott csak szinte, milyen jó, szép mesekönyveink voltak, mondhatjuk az én nemzedékem, meg sokan ugye, tehát akik nem alkothattak, de vagy Országli léletére, vagy Anna Margit, vagy Ajda Júlia, tehát itt sok ismert név is van, de sok olyan ismeretlen név, akik valóban valahol eltűntek, és nehéz sorsot képviseltek, vagy ki kellett tanulni. Kövesházi Kalmár Elza, a szobráz, gyönyörű szobrai vannak. Jöjjünk el, nézzük meg, érdemes szinte csak azokért oda jönni, vagy csak a Gedő Ilkákért. Kövesházi Kalmár Elza például kitanult az ortopéd mesterséget, mert mint egyedülálló nőnek, aki ezt akkor vállalta, ezt a létet, meg kellett élnie a művészete mellett. Azt mondtad, hogyha belépünk és körbenézünk a kiállításon, és mondjuk becsukjuk a szemünket, amikor a címet vagy a tematikát olvasok, akkor nem biztos, hogy megmondanánk, hogy itt női alkotóknak a képeit látjuk. Mégis azért nézzük meg a témákat, hogy a témák alapján sem lehetne mondjuk rájönni, hogy mondjuk itt azért érzékenyebb, nem tudom, dolgokat ragadtak meg? Lehet, és ehhez szakemberek kellene, tehát művészettörténészek, akik biztosan azt mondják, hogy hát ez a téma. Rengeteg az önazkép, a portré, az önmegfogalmazás, rengeteg a lágyabb alkotás olyan értelemben, hogy természetábrázolás, bár nem olyan sok a természetábrázolás, mint ahogy vágynánk, hogy a nők. De nagyon érdekes, bemutatjuk a kezdeteit ennek a kornak, tehát a 19. század végét, ahol a nők ugye elkezdtek tanulni, tehát elkezdtek művészeti iskolába is járni, és kitettünk néhány képes lapot, tehát ilyen virágos képes lapot, és mellette van egy kép is, ami az Udvardi Erzsébetnek az édesanyja festett, nagyon érdekes, ő is ismert művész, és másoltak képes lapot, tehát ezek a virágmásolások. Aztán pedig a 30-as években a modernizmus elérte őket, és önállósodtak a gondolatban. Mindig kérdés volt számukra, hogy olyanokká kell lennünk, mint a férfi alkotók, tehát, és nagyon zavarban voltak a kritikusok velük szemben, szóval Réka Károly, Fülep Lajos. Zavarban voltak, mikor értékelték őket, hogy ezek milyen alkotások, azok női alkotások, de olyan, mint a férfi kéz alkotta volna. Tehát ez sokszor zavarbejtő volt a kritikusok számára. Volt például női nyolcak, tehát a férfi nyolcak mellett, 31-ben, tehetséges, remek alkotók voltak, alig ismerjük a nevüket. Szóval lehetne róluk nagyon sokat beszélni, de mindenképp egy értéket képviselnek, és mindenképpen én azt gondolom, hogy ha próbáljuk jobban megvizsgálni, meglátjuk azt az értéket, amelyet nőként is valahogy hozzátettek, azt a finomságot, érzékenységet. De én ennek ellenére azt mondom, hogy művészet van, amelyben vannak férfi alkotók és női alkotók, és mindenki megkapja azt a kincset, értéket, amit az Isten, a Teremtő rábízott.
Hát elsősorban mi vagyunk az egyedi alkotásra a teremtőnek. Nézzük meg, hogy hogyan állítottátok össze a kiállítást, hogy itt már említettél egy pár nevet, vagy nagyjából majdnem minden művész nevét, akinek az alkotásait most láthatjuk, de miért pont ők, vagy hogyan kerültek, milyen gyűjteményekből, milyen múzeumokból kölcsönöztétek most az alkotásokat? Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a magyarországi múzeumokkal, tehát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy mindig nyitott kapukkal és nyitott raktárakkal várnak minket is. Nyitott raktárakban mi is kihúzigáljuk a fiókokat, és megnézzük, hogy mi az a kincs, rejtett kincs sok esetben, mert ezek nem mindig vannak ott az állandó kiállításaikon, amelyeket mi kölcsönözhetünk és elhozunk. Tehát a nagy múzeumok, tőlük válogatunk, megnézzük, hogy mit tudnak kínálni nekünk, és nagyon szeretjük azt a módját is a kiállítás szervezésnek, hogy magángyűjtőket keresünk meg. És mindig felfedezünk egy-egy újabb magángyűjtőt, aki készséggel, nagyon-nagyon kedvesen rendelkezésünkre bocsátja azt, amilyen van. Éppen most egy olyan kedves magángyűjtővel találkoztunk, aki azt mondta, hogy nem szeretem, ha fogságban vannak ezek a műalkotások, ha itt vannak a raktárban nálam, raktározva, mert nem tud mindent kitenni. Nem szeretem, szeretem, ha megoszthatom, szeretem, ha másnak örömet okozok vele. Tőle például Gedő Ilka képeket hoztunk. Nagyon ritka, ő fogalmazta így, hogy egy magyarországi kiállításon 8 Gedő Ilka kép egymás mellett látható, gyönyörűek, Országlili alkotások együtt. Szóval nagy kincs, amikor tudunk válogatni, és nagy kincs, amikor magángyűjtőket is felfedezünk, és akkor tényleg rejtett értékek kerülnek elő. Nem emlékszem pontosan, de Országlili kiállítás tavaly vagy tavaly előtt volt a Nemzeti Galériában, ha jól emlékszem. Igen, volt nagy Országlili kiállítás, sőt, Gedő Ilka kiállítás is volt, azt hiszem, hogy 2003 körül, ha jól emlékszem. Tehát önálló kiállítások voltak, Bálint Endre. Nálunk egy Gedő, illetve Országlili és Bálint Endre kiállítás volt együtt párhuzamosan, tehát egymás mellett kicsit az ő kapcsolatokra is utalva. Nézzük meg akkor most a nálatok a kiállítást. Itt a megnyitóról már láthattunk képeket, és Udvaros Dorottya színművésznő érkezett hozzátok, és te telefonon már nekem elmondtad, hogy hát valami fantasztikus volt. Miért Igen. volt fantasztikus, vagy miért pont Dorottyára esett a választásotok? Udvaros Dorottyával egy régi kapcsolat köt minket össze, illetve a férjemet, aki a kiállításnak a kurátora volt, Horváth Gyula, és így spontán jött a gondolat, hogy kicsit rendhagyobb lesz most a kiállítás megnyitónk, tehát nem hívunk művészettörténészt, mert azt láttuk, hogy nagyon nehéz ezt egy 5 percben, ezt az anyagot művészettörténészként értékelni, vagy erről a korszakról beszélni, és ehelyett meghívtuk a Dorottyát, meg egy zenészünk, ott a Barta Mátyás, egy zongora művész, tehát és Dorottya, mi ajánlottuk neki, és nagy örömmel fogadta Szántó Piroskának a Bálám Szamara című könyvéből Vasariról egy visszaemlékezését olvasta fel. Nagyon érdekes, mert Dorottya ott el is mondta, igen, hogy mestere volt, igen, elmondta Dorottya, hogy neki is van Szántó Piroska képe, sőt Vasari képe is van, tehát ő nagyon élvezte ezt, hogy egy személyesebb kapcsolat is kötődik ez az egész témához, és nagyon jó volt az előadása, tehát nagyon élvezetes volt. Szántó Piroska, hogy visszaemlékezik Vasarira, mesterre. Hogyan épül fel a kiállítás? Mert itt ugye nálatok egy nagy terem van, egy hosszú nagy terem, de azért mindig készültek installációkkal is középen, Igen. ahogy mondjuk az előző kiállításokra visszaemlékszem. Igen, egy termünk van, és ott mindig a képeket, mikor látjuk, tehát a beérkezett alkotásokat, akkor dől el, hogy kiből van több, melyik alkotótól van több, és hogyan is a tematika is, hogyha vannak szakrális képek, azokat hogy helyezzük, vagy a korai időszak, a portré. Sokszor ezek a művésznők ugye nem festhettek annyit, vagy nem portré, vagy nem, modellt, bocsánat, nem nézhették a modelleket annyit, például egy mesztelen modellt, mint a férfiak. Nagyon érdekes leírások vannak a 20-as, 30-as években, hogy ezt úgy kritikusan szemlélték, hogy nekik nem volt megengedett, tehát másképp kezelték a nőket. Sokszor egymás rajzolták, egymás festették, és megpróbálunk így tematikusan berendezni, vagy ha van egy szakrális téma, Szántó Piroska apokalipszise, vagy Nagy Évának az alkotásai, ő is kevésbé ismert, akkor azokat egy csoportba rakjuk.
vagy az Ország Lili alkotásokat, vagy Anna Margit képeit, vagy a Gedő Ilkákat. Tehát próbálunk egy kicsit a nagy csoporton belül még kisebb egységeket létrehozni, és említetted az installációt, mindig készül egy installáció, amely még egy plusz üzenetet hordoz. És az installáció most a szobrokat, a nagyon finom, gyönyörűséges Kalmár, Kövesházi Kalmár ez a szobrokat rejti, vagy Forgács Hán Erzsébet szobrait, hadd említsen, Sár Erzsébet szobrai, gyönyörű az országlili képekkel együtt valami különleges harmóniát alkot. A szobrokban van mondjuk közös motívum, vagy ott talán jobban érződik mondjuk ez a nőiesség, ez a finomság, vagy mondjuk a légiesség a szobrokban? Kövesházi Kalmár Elzának nagyon egységesek a szobrai, legalábbis abban a finomságban. Róla tudni kell, hogy hoztunk is tőle egy ilyen alkotást, egy táncos nőt. Izadora Duncannek az ábrázolása, ő a 20. század elején nagyon ismert táncos nő volt, amerikai táncos nő, és ő nagyon sokszor ihlette meg a mozgás, a mozgásnak a művészete. Sár Erzsébetnél viszont ugye ismerjük a kapuk, a terek, az emberek, a kapcsolatok, Pilinszkivel megjelenő közös könyvírés, gondoljunk most. Tehát azok erőteljesek, gyönyörűek, és nagyon érdekes, az Ország Lili képet tettünk pont Sár Erzsébet szobrok mögé, ahol szintén a kapuk megjelennek, az épületek, együttesek, és előtte Sár Erzsébetnek ezek a szobrai különleges üzenetet hordoznak. De nem látható rajta az, hogy most ez női kéz vagy férfi kéz, csak az, hogy ezek üzenethordozó alkotások. És aztán van ez a kis manócska is, vagy hát nem tudom, mennyire nevezhetjük manócskának, de ő került most a szórólapotokra. Igen. Anna Margit képéről van szó. Hogy esett rá a választás? Mindig vita van közöttünk, munkatársak között, hogy mi legyen az a kép, amit a plakátunkra, meghívóra teszünk. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumból, a Deák gyűjteményből hoztuk el ezt az alkotást, Anna Margitnak az alkotását, a Rémület a címe ennek a képnek. Én mindig hajlamosak vagyok, talán koromnál fogva is arra, hogy egy harmonikusabb képet, mondjuk egy Gedő Ilka tavaszi virágokat ábrázoló képét tegyek oda, mert hogy a liliomok, vagy valami harmonikusabbat. Munkatársam azt mondta, hogy ez egy olyan kép, amelyre fel fognak figyelni, meg fognak döbbenni. A Rémület a címe, mi is a manócskának szoktuk nevezni, és azt se tudjuk, hogy férfi vagy nő. És ebből a szempontból jó ez a választás, mert megállít ez a kép. Sok mindent kifejez, már említettük azt, hogy a társadalomban lévő feszültségek. Hát Anna Margitnak is egy nehéz élete, nehéz sorsa volt. Épp a napokban olvastam róla egy kritikát, nagyon nehezen fogadták el az ő ábrázolását, tehát ezeket a kicsit fura fej formákat, figuráit, madárlábú, önarckép, ez egy különleges világ. Van különben nagyon értékes, különleges korai kép Anna Margitnak, amely szintén itt van a kiállításon nálunk látható. Mindig nehéz döntés, hogy mit válasszunk, úgyhogy most meg is osztottuk, mert a könyvjelzőkön, amit mindig készítünk a kiállításainkhoz, azon egy Gedő Ilka alkotás látható, akit én nagyon szeretek személy szerint is. Április 18-áig látogatható a kiállítás, lesznek-e hozzá kapcsolódó programok? Kapcsolunk hozzá programot, és épp emlegettük Udvaros Dorottyát. Nagyon szeretnénk még őt előadó este meghívni, akár énekes, zenés előadó este. És most készül az a foglalkoztató anyag, amelyet az egyéni látogató majd kézbe vehet, és kitöltheti. Már tennap kaptam is egy olyan hívást, hogy jönnének, és hogy szeretnének kicsit mélyebben foglalkoztató, hogy lesz-e a kiállításhoz, az is készül, és természetesen lesz adventi programunk is, ezt még a munkatársam most szervezi, és valószínű, hogy a tavasz folyamán, tehát a zárásig még kapcsolódunk a kiállításhoz programokkal, ezeket meghirdetjük majd a megfelelő média felületeken. Ugye ez van fönt, de ha egy szinten lejjebb megyünk, akkor ott ugye az állandó kiállításotokat láthatjuk, és most elárultad nekem, hogy az adás előtt, hogy azt is fejlesztitek, vagy hogy ott is alakulnak, tovább fejlődnek a dolgok. Hát igen, már második éve nyitva van az állandó kiállításunk, és ha az ember előveszi azt a 2009-ben megírt forgatókönyvét, amit én elkészítettem annak idején, akkor látom, hogy van egy-két dolog, amit én nagyon szerettem volna, de nem valósult meg.
ezeket próbáljuk még, tehát most vásároltunk épp a British Museumból egy nagyon szép másolatot, bibliai régészet témában, úgyhogy ahhoz kapcsolódik majd egy játék, interaktív játék, amelyet most fejlesztünk a szakemberekkel. Tehát ott is van egy kis előrelépés, egy kis mozgás a jövőre nézve, hogy a látogatók se unjanak minket, mindig jöjjenek jókedvel. És érdemes tényleg ellátogatni hozzátok, akár az állandó, akár az időszaki kiállítások miatt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál nálunk, és akkor további jó munkát kívánunk köszönöm nektek szépen, így átvenni. Köszönjük szépen.